Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják, Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. Államalapítás ünnepe, kenyeret dagasztottak kismányokon, Kakasdi falunap, a nagy meleg ellenére idén is sokan látogattak ki. Nyárzáró, Kisdorogon színes programokkal készültek. Államalapítás ünnepe, nagymányokon is megszentelték a nemzet kenyerét. Az államalapítás ünnepe alkalmából idén első alkalommal szerveztek rendhagyó programokat kismányokon. Az eseményen megdagasztották a község kenyerét, amelyet a nap végére sütöttek meg kemencében. Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg kismányokon az augusztus 20-ai ünnepkörhöz kapcsolódóan a programokat. Tájékoztatott Bőte István, a község polgármestere. Szinte minden hónapban van egy kis programunk. Most ez egy ilyen kisebb, bensőségesebb is összejövetel, részben a helybelieknek, részben a távolabbra érkezőknek, kis főzési lehetőséggel, néhány árus jött a korábbi piacainkról, illetve este egy bállal szeretnénk lezárni az estét. Igazándiból túl sok programot nem szerveztünk, ez a közös kenyérdagasztás, kenyérsütés, ez a kis piac, amit az előbb említettem, egy kis ugrálóvárral kedveskedünk a gyerekeknek, vannak ilyen kézműves népi játékaink, kézzel tekeretős körhinta, ezeket használhatják a gyerekek, és akkor, ahogy az előbb is említettem, a esti bál, ami lezárja majd az estét. Szerintem az első. Ez az első próbálkozás, meglátjuk, hogy sikerül, és hogyha úgy látom, hogy van rá igény, akkor szerintem ezt jövőre ismét meg fogjuk ismételni. Ugye már 10 kiló, vagy 4 kiló, ugye már 14 kiló, és akkor még hozzájön a víz, úgyhogy lesz mennyiség. Kismányokon úgy gondoltuk, hogy eddig nem nagyon tartottuk az augusztus 20-át, hiszen általában ilyenkor felmennek Budapestre, nagyobb városokban ünnepelnek. Most úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy helyileg is egy olyan programmal álljunk elő, ami talán a mindennapokhoz is segít, hiszen a mai napon kenyérsütés dagasztással és a kenyérsütés titkaival fogjuk kezdeni a programunkat, amit Hucker Csilla dietetikus vezetésével az ő tapasztalata, tudása alapján fogjuk megtanulni, hogy hogyan kell a házi kovászt, az előkovászt, az élesztős kenyereket megsütni, vagy bedagasztani, és úgy gondoltuk, hogy egy nagy teknőbe annyi tésztát fogunk bedagasztani, hogy megsütjük a falu kenyerét, amit majd este a sütés után meg is kóstolunk, elfogyasztunk a jelenlévőkkel, akkor sütünk egy kis cipót a holnapi templomi kenyéráldáshoz, és amennyiben gyerekek is érkeznek, minden kisgyerek formázhat egy olyan cipócskát, amit hazavisz, és az lesz az otthon a család kenyere. Úgyhogy valahogy így próbáltuk, hogy a falu kenyere az állami ünnephez kapcsolódva a templomi, az egyházi és a család. Tehát így lesz kerek ez a kenyérsütés program. És az öreg tésztát el lehet aznap is készíteni, nem kell hűtőbe tenni, de hűtőbe is nagyon jól el van, mindig csak egy ilyen 20-25 dekár kell kivenni a fél kiló liszthez. De itt hoztam is leírás róla, úgyhogy meg is tudják nézni. Érdekes nézni, egy kicsit, ha közelebb jöttök, hogy szétszedi a kovászt. Igen, mert azért ez nagy mennyiség, és akkor ugye most itt bele hívtunk csoportokat, akik a baráti társaságukkal főzhetnek. Meghirdettük, aki jelentkezett, az itt van, és már el is kezdte a főzést. Az önkormányzat felajánlott 3 kiló húst minden csoportnak, és ezen kívül ők, hogy mivel bővítik, hogyan készítik, ez rájuk van szabva. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy még nem hirdetjük versenyre, de ha jövőre is lesz erre igény, akkor lehet, hogy jövőre már egy versenyt is fogunk ebből kialakítani. A tündérkert piacunkat, amit most már 3 éve elkezdtünk,
nyár idején nagyon nehéz piacot szervezni, és úgy gondoltuk, hogy amelyik piacos úgy gondolja, hogy ideje van, jöjjön, és a termékeivel kiáll, bízunk benne, hogy lesz egy kis vásár is. Ezen kívül annyit szeretnék még mondani, hogy a Kismányoki Nyugdíjas Klub Egyesület is főz, akkor az önkormányzat is főz. A szokásos piaci kenyérlángosunk is sül, úgyhogy aki még most látja meg a hirdetésünket és ide érkezik, és nem készül arra, hogy bográcsos ételt tegyen, az kenyérlángosból is fogyaszthat. Délutánra a kenyérdagasztás úgyis követi egy kenyérkelesztés, és abban a pihenő időben pedig a gyerekekkel készítünk pici zászlót, amit majd a cipóba fognak beletűzni. A délután 4-5 óra tájban Izményi Ritmus zenekar fog jönni, ők egy kis hangulatkeltésképpen fúvós zenekarral itt a hangulatot egy kicsit emelik, és gondolom addigra már megfőnek a bográcsos ételek, mindenki elfogyasztja, és vacsora után pedig a Sanzon zenekar fog egy nagyon szuper nyáresti bált nekünk lebonyolítani, amire már ugye a környező falvakból, településekből jelezték, hogy jönnének, mert végre jó, olyan az idő, hogy jó lesz kint tölteni az estét. A gyerekeknek egy kis kézműves sarkot alakítottunk ki, és oda búzát és kukoricát hoztunk, mert a gyerekek nagyon szeretnek homokba, ilyen dolgokba turkálni, meregetni, méregetni, úgyhogy nekik is van egy ilyen kis kézműves sarok, ahol kedvükre játszhatnak, sőt egy ilyen kis kézi örlőt is, a búza örlését is kipróbálhatják. És még, hogy el ne felejtsem, egy rögtönzött kis kiállítást is kialakítottunk a Német Tájház folyosóján, ami a Német Tájház, a Székely Porta és egy helyi felajánlónak az eszközeiből. Kiválasztottuk, hogy mi az, ami a kenyérsütéssel, az aratással kapcsolatos, és ezeket az eszközeket kiraktuk. Hát ha a szülő a gyerekkel ott megáll és egy kicsit megbeszélik, hogy hogyan is történik ez házilag. Szerintem nagyon fontos, mert hogy egy kis összetartozás a faluba is. Volt eddig egy kis széthúzás, most szeretnénk összefogni a falut. És úgy látom, hogy alakul is, mert most már több csapat főz legalább, úgyhogy nekem nagy öröm. Olyanok, akik eddig nem vettek részt semmilyen rendezvénybe. És ez a kenyérdagasztás is szerintem azért tényleg a hagyományt, azt ápolnunk kell. És ez a célja az egésznek. Az őseinknek a hagyományait tovább kell adni, azt a fiataloknak mindenképpen, azt meg kell őriznünk. Mi a nyugdíjasok gulyást főzünk, mégpedig csipetkével, krumplival és csipetkével. És gondolom a csipetkét saját kezdődésre. Igen, most kezdtük el, igen, saját tojással, liszttel, és így készül. A kakasdi kakasfőző versenyt és falunapot az idei évben is megtartották, a nagy meleg sem vette el az érdeklődők kedvét. Ez a településen már évek óta hagyomány. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták számukra az érdekes programokat. Egész napos rendezvény várta a látogatókat egy hangulatos főzőverseny és falunap keretein belül. Különféle elfoglaltságban vehettek részt az érdeklődők. Évek óta hagyománya van, hogy Kakasdon kakasfőzőverseny és falunapot szervez önkormányzatunk. Általában augusztus 20-án vagy 20-a környékén tesszük ezt meg, és nyilván a központban a főzőverseny áll, de egész napos rendezvényt szervezünk, amellyel igyekezünk a színesíteni ezt a napot az itt lakóknak, olyan programot szervezni, ami minden korosztálynak kedvez. Sokféle is színes programokat szerveztünk, nyilván a délelőtt a főzéssel indul, és foci meccs van, de itt van kézműveskedés Sebestyén Lilivel a gyerekeknek, idén például madárodukat festenek, amelyet a későbbiek során a falu különböző pontján
teszünk ki madáretetéssel, és simontornyai várvédőket hívtunk, ami szintén eddig nem volt, és színesíti a napunkat. A Bonyhádi Gondozási Központnak a dolgozói jöttek, és nagyon színes játékokat hoztak nekünk ide, de van légvár, kürtös kalácsos, büfé, főleg kakaspörköltet készítenek, körülbelül 12 csapat van, de körülbelül mondom, volt, aki reggel jelentkezett, és nyilván asztalt, és minden padot helyet biztosítunk számukra. A délután, tehát verseny lesz, díjazzuk is, első, második, harmadik helyezett külön zsűri értékeléssel díjat is fog kapni. Ez délután 1 órára várjuk, addigra itt a nagy kánikulában felforrosodik a hangulat, és akkor a csapatok elfogyasztják, de aki esetleg nem főzött, annak is biztosítunk egy-egy tányér finom ételt, és délután folytatódik majd a rendezvénysorozat, 3 órakor happartival várjuk az érdeklődőket, aztán lent lesz hangszerelem, zenestúdió, és Solymászt hívtunk, László Attila lesz hastánc, este túlzsonglőrök, és ballal zárul a mai nap. Ami nagy pozitívum, hogy én azt hiszem, hogy szinte mindenki civil szervezetünk jelen van, van a rendezvényen így vagy úgy, úgyhogy azt gondolom ez is jelent valamit, hogy igen, úgy érezték, hogy itt részt szeretnének venni ezen az eseményen. Az íjászkodás is felkeltette az emberek figyelmét. Most először próbáltam az íjászatot, nekem nagyon tetszett, sokkal másképp képzeltem el, azért sokkal nehezebb, mint ahogy így látja az ember, oda kell figyelni a testtartásra, a lábakra, hogy hogyan helyezzük az egyensúlyt, de egyébként nekem tényleg nagyon tetszett, sokat lőttünk. Tudod? Lazán. Hú, gyönyörű! Hát a barátaim hívtak ide, és ezért jöttem, aztán megláttam az íjászatot, és oda mentem egyből. Egyre több fiatal próbálja ki a főzést, és indul el a versenyen, amivel motiválják egymást is. Jó. Kakaspörköltet főzünk a barátokkal, aztán meglátjuk, van verseny, reméljük, hogy sikerül helyezést elérni. A főzésben Erdélyi Balázs csapata szerezte meg az elsőséget. A hagymát lepirítottam, ugyanúgy, ahogy kell, tán rá hús. Azt is lepirítjuk persze, és akkor így talán paprikát, jó piros paprika, az a lényege, az is. A településen közösségért tett munkájukért is többen kaptak elismerést. Nyelvzáró fesztivál tartott a Kisdorogon, a sportpálya területén. Az eseményen különböző ügyességi játékok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. A remek hangulatot fokozta a happarti, amelyről a Zombai Tűzoltó Egyesület gondoskodott. Könyvtári rendezvény indult, és utána a szülők csatlakoztak a rendezvényhez, és reggel a könyvtárba kezdtük, Kovács Gábor kiszenés előadásával, és utána lejöttünk ide a pályára. Végül is most az elején ugye evés volt, mert szinte majdnem, hogy délre értünk le. Utána a gyerekek mentőautót, rendőrautót nézhettek, beleülhettek, aztán jöttek a szülők részéről előkészített sorversenyek. A vegyes korosztálynak készültünk többféle versenyszámmal. Lávatenger volt az első, amikor ilyen haptapikkal, azokon lépdelve szlalomba kellett eljutni A-ból B pontba, hogy ne essenek bele a lávába. Golyófutam volt, kiskanállal kellett golyókat
egy bója körül megfordulva, egy tálkába juttatni, illetve zsákbaugrás volt még. Palacsintaövő verseny is ezzel zártuk, mielőtt most megérkeznek a tűzoltók, a habpartira készülnek nagyon, és igen, a palacsintaövő verseny, ez volt most az utolsó. Tavaly már egyszer rendeztünk egy Halloween mulatságot, ugyanígy anyukák egy délután a foci edzés alatt itt összebeszéltünk, hogy mi lenne, ha. Úgyhogy innen jött igazából ez az ötlet is, hogy lehetne nem csak Halloween, hanem egy nyárzáró, és akkor akár ezeknek hagyományt teremteni is, így, hogy közösségi összefogással, ugye a közösségépítés a cél, hogy egy jó kis kisdorogi közösség alakuljon itt ki. Tanakodtunk, hogy mikor lenne még jó, amikor az idő is jó, nem túl meleg, bár borzasztó meleg lett, és úgy voltunk vele, hogy mivel holnap biztos, hogy nagyjából a falu fele itthon van, de szerdán már lehet, hogy valakiknek dolgozni kell, ezért ez a 19, hogy még holnap lehessen pihenni és elpakolni a romokat. Szerintem most már elmondhatjuk, hogy biztos, hogy jövőre megszervezzük ugyanígy ezt, hogy a dátum mi lesz, az majd azt jövőre fogjuk eldönteni. Hát és ugye a Halloween, amit idén másodszor szerveznénk, hát és tervek vannak, falukarácsony, és amit még megálmodunk közösen. Augusztus 20-a az államalapítás, az ország ünnepe. Nagymányokon is szentmisével kezdődött a megemlékezés, és az ünnepi kenyeret is megszentelték. Első Szent István királyra emlékezik a magyarság minden augusztus 20-án. Nagy kultusza van hazánkban az augusztus 20-ai ünnepségnek. Általában szentmisével kezdik a településen élők a napot, majd a nap további részében búcsúnéven elterjedt közösségi programokat is tartanak több helyen. Szent István napi alkalmat teremt arra, hogy megemlékezzünk az ő tevékenységeire, életére, mindazokra a dolgokra, amiket ő alkotott, illetve olyan keretrendszert határozott meg, amelyben azóta is él Magyarország, él a magyar nemzet, de lehetőséget teremt arra is, hogy az ezer esztendő minden gondjára, bajára és a legtöbb sikerre is meg tudjunk emlékezni. Ez az augusztus 20-i ünnepség sorozat egyben egyfajta nemzeti összetartozás napja is, mert a nemzeti ünnepeink megerősítik a közösségeinket, megerősítik az identitásunkat, és ma is bárhol éljenek a világban, Magyarországon, Kárpát-medencében, diaszporában magyarok, mindenütt ünnepelnek és megemlékeznek Szent Istvánról. Egyben ez az új kenyér szentelésének a napja is. Ez egy magyar ősi népszokás, egyébként augusztus 20-a a legrégebbi nemzeti ünnepünk, úgyhogy jó látni azt, hogy szinte nincs olyan település Magyarországon, ahol ne emlékeznének meg erről. Annál is inkább, mert az idén most több napos az ünnep, egy hosszú hétvégével bővült ki, ez még inkább lehetőséget teremtett arra, hogy olyan közösségi rendezvények jöjjenek létre, amely rendezvényeknek köszönhetően én úgy gondolom, hogy mindenütt tudtuk erősíteni a települési közösségeket is. Nagyon sok rendezvény volt, reméljük, hogy az esti tűzijáték is sikerül, azt is sikerrel tudják lebonyolítani. Bartucz Máté, a település polgármestere is nyilatkozott erről az eseményről. Ezt az ünnepséget az idei évben a helyi katolikus templomban tartottuk meg. Az önkormányzat az idén nem szervezett rendezvényt, ugye a fiataloknak ez az ünnep, ez még azt is jelenti, hogy a nyár utolsó egy-két hete sokan még elmennek itthonról, és nem vártam volna el a fellépőktől, senkitől, hogy ezért maradjanak itthon, ezért úgy gondoltam, hogy ezt az ünnepséget itt az egyház keretein belül szervezzük meg, ami szerintem nagyon jól sikerült, és elég sokan eljöttek.
Az augusztus 20 az sokak számára ugye a bulit, a tűzijátékot jelenti, a nagyobb rendezvényeket jelenti. Itt Nagymányokon pedig nem tudnánk a nagyobb városokkal, a Balatonnal versenyezni, illetve nekünk 2 hét múlva lesz egy városnapunk, ami egyben bányásznap is lesz, és arra csoportosítjuk az energiánkat és az anyagi kereteinket is, és ezért maradtunk ennél a templomi ünnepségnél. Szent István királynak sokat köszönhet a nemzet. Fontos, hogy ezt az ünnepet még sok évig tovább őrizzük. A Magyarországi Katolikus Egyház augusztus 20-án ünnepli Szent István király ünnepét, és Szent István király egyházunknak az első szentje, az első magyar szent. Nekünk, magyaroknak óriási szerencsében van részünk. 1000 évvel ezelőtt volt egy királyunk, akinek köszönhetjük az államot, akinek köszönhetjük az államrendünket, és köszönhetjük a vallásunkat, és ilyen módon hozzátartozunk az európai világhoz. Az összefogó erőt, magyarok egységét jellemzi ez a nap országszerte. Kedves nézőink, Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!